Jó estét kívánok, a Pannon Televízió híradóját látják. Ma november 24-e van Emma és Flóra névnapja. 522 éve hunyt el Kinizsi Pál országbíró, Temesi Ispán, Mátyás király hadvezére. 157 éve Charles Darwin angol természettudós megjelentette a Fajok eredete című munkáját. Most nézzük a nap legfontosabb híreit. Öngyilkos lett egy migráns a síd melletti Adasevcén, ma reggel találták meg a holttestét. Szabadkáról vasúti tartálykocsiban próbáltak meg menekültek Magyarországra szökni. Zorán Pavlovicsot választotta meg új tartományi ombudsmannak a Vajdasági Képviselőház. Új megbízott igazgatókat nevezett ki a szabadkai közvállalatok élére a VKT mai ülésén. A Pannon Rádió 1-es műsorait a jövőben élőben követhetik a nézők a YouTube-on, közzétett live streamnek köszönhetően. Öngyilkos lett egy migráns a szerémségi Adasevcén. A 23 éves afganisztáni fiatalember felakasztotta magát a horvát határtól nem messze lévő befogadó központnál. A sajtó úgy értesült, hogy az élettelen testet reggel 6-kor találták meg a síthez közeli erdő szélén. Adasevcén a tanyugnak nyilatkozó menekültek azt mondták, a most öngyilkosságot elkövető afgán állampolgár egyedül érkezett Szerbiába. Maga utazott a családja nélkül, és már többször megpróbált a magyar-szerb határon átjutni, sikertelenül. Társai napokkal ezelőtt jelentették az eltűnését. A helyszínről Pető Attila tudósított. Továbbra sem mehetnek a média képviselői, még a befogadó központ környékére sem. Az illetékesek ezt azzal igazolják, illetve azzal magyarázzák, pontosabban, hogy holnap lesznek majd csak hivatalos információk magáról az esetről, addig pedig senkinek, még maguk a migránsok sem nyilatkozhatnak. Egyébként annyit lehet tudni továbbra is, hogy a fiatal férfi, aki elkövette az öngyilkosságot, 23 éves volt, Afganisztánból érkezett, körülbelül 3 hónapja tartózkodott itt Síden, illetve Adasevcén, és korábban megpróbálkozott ugye a szerb-magyar határon is átjutni, nyilván Németországba, vagy egyéb európai uniós országba, és természetesen azt is tudni lehet már, hogy egyedül utazott, nem voltak vele családtagok, illetve társak sem. Megpróbáltam itt útközben beszélni a település, Adasevci településnek a lakosaival, hogy ők hogyan vélekednek a migráns helyzetről, arról, hogy itt tartózkodnak a migránsok. A legtöbbjük azt mondta, hogy hát kicsit tartanak attól, amikor éjszaka, ugye, hogy ne találkozzanak velük, illetve hogyha erre sétálnak, de különösebben nem zavarja őket egyenlőre a jelenlétük, hiszen ugyanis a maguk a befogadó központok azok még továbbra is ki vannak helyezve a városon kívül, illetve a településeken kívül. Volt szerencsém, mielőtt még megkértek bennünket, hogy hagyjuk el a helyszínt a befogadó központban, bejutni is néhány percre. Ott annyit tudtam meg a migránsoktól, hogy ahol többnyire 1000 migráns, azt el kell mondjam körülbelül, hogy 1000 migráns tartózkodik most ott a helyszínen, hogy még egyesek meg vannak elégedve többnyire a körülményekkel, addig mások viszont arra panaszkodtak, hogy nem kapnak elég meleg ruhákat, illetve az étel minőségére is panaszkodtak, a víz minőségére úgy szintén. Érezhető egyébként a feszültség is, el kell mondani azt, hogy ezek a migránsok már némelyikük akár fél éve is itt tartózkodik ezen a helyszínen, és nem tud tovább jutni. Tehát valamennyire azért azt is érezni, hogy elég nehéz a helyzet, és hát ugye, mint ez az utóbbi eset is arra mutat, hogy néhányan fel sem tudják dolgozni azt, ami történik. Veszélyes vegyi anyagokat szállító vasúti tartálykocsiba bújva próbált több migráns Magyarországra szökni. A bevándorlókat a szabadkai vasútállomáson fülelték le a szabadkai belügyi szervek munkatársai csütörtökön délután. Nem hivatalos információk alapján sikerült megtudnunk, hogy illegális bevándorlók ciszternákba, illetve tervonatokon rejtőzve próbáltak átszökni az Európai Unió területére. Ebben a tartálykocsiban rejtőzködött 2 illegális bevándorló. A pályaudvar egyik alkalmazottja kamerán kívül elmondta, hogy a vegyi anyagokat szállító tartályok üresek voltak ugyan, de maróanyag származék lehetett bennük. Mint mondta, szinte hetente bukkannak olyan migránsokra, akik a tehervonatok segítségével próbálnak Szabadkán keresztül Magyarországra szökni. Az egyik nézőnknek sikerült lencse végre kapni a helyszínre siető rendőröket. A felvételen jól látható, hogy a szabadkai tűzoltóság munkatársai is segédkeztek a mentésben. Az állomás dolgozói azt mondták, hogy a migránsokat sértetlenül menekítették ki a tartályokból. Egy a városi befogadó központban lévő férfi elmondta, ő a macedón határról vonattal szökött Szabadkára. Mint mondja, útja nagyon veszélyes volt. This is finish.
A bevándorlók egyre többször próbálnak az életük kockáztatásával átszökni a határon. Nem törődnek a veszéllyel, és többször még az éjleplét sem várják meg. Mindent megtesznek, hogy a tervonatokra mászva átcsempészik magukat az Európai Unió területére. 30 napos fogvatartást rendelt el a belgrádi felsőbíróság az ellen a 4 migráns ellen, akik hétfő délután a fővárosban részt vettek egy verekedésben, amely miatt egy 26 éves afgán állampolgár sérülései következtében meghalt. A fogvatartott afgán és iráni migránsokat azzal gyanúsítják, hogy minősített gyilkosság bűncselekményét követték el. Mivel fennáll a szökés, valamint a tanúk befolyásolásának veszélye, elrendelték a fogvatartásukat. A hétfői belgrádi volt a harmadik olyan migránsok közötti összetűzés Szerbiában, amelynek halálos kimenetele volt. Jön a tél, vele együtt pedig a hideg, vagyis a rossz időjárási körülmények, az úton lévő migránsoknak emiatt pedig egyre kevesebb a türelmük, a céljuk viszont változatlan, Nyugat-Európába akarnak jutni. A szerbiai vállalkozók versenyképességének a növelése és egy kistérségi gazdasági rendszer kialakítása a cél, hangzott el a Vajdasági Export Akadémia második napján. A gazdasági szakemberek arról beszéltek, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően a vajdasági vállalkozók is bekerülhetnek az Európai Unió gazdasági vérkeringésébe. Nagyon nehéz önerőből fejleszteni egy borászatot, mert költséges. Olykor pedig több évet is várni kell, mire megtérül a befektetés, meséli Bóni László. A palicsi borász elmondta, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően az uniós piacon is sikerült értékesíteni a szőlőnedűjét. Őszintén szólva, elejében kicsit szkeptikus voltam, hogy hát ez mennyire lesz aktív vagy értelmezhető, de hát sikerült néhány pályázatot megcsípni, vagyis támogatást inkább, és úgy látom, hogy ebbe komoly lehetőségek vannak. Fűszner Krisztián már 8 éve dolgozik biztosítási tanácsadóként. Több olyan vállalkozó is felkereste már, aki sikeresen pályázott a Prosperitáti Alapítvány és a magyar kormány által kiírt gazdaságélénkítő támogatásokra. Célom itten az igazából, hogy lássam, hogy merre fejlődünk ugye, gazdaságilag is, és hogy lássam, hogy merre kell majd ugye, a biztosítást alkalmazni, kinek milyen fajta biztosítást lehet majd ajánlani. Megtettük az első lépéseket, hogy a magyar kormány 50 milliárd forintos támogatásának köszönhetően egy önműködő, kistérségi gazdasági rendszer épüljön ki a Vajdaságban, nyilatkozta Nagy Imre. A Prosperitáti Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke elmondta, a pályázatoknak köszönhetően a helyi kis- és középvállalkozások bekerülhetnek az Európai Unió gazdasági vérkeringésébe. Önműködő térséggazdasági rendszernek az első lépéseit tettük meg, ugyanis felszálltunk arra vonatra, ami ebben az irányba megy. Annak ellenére sajnos, hogy a vasútrendszerünk az egy nagyon padlón levő közlekedési hálózat, de én remélem azt, hogy ezeknek a fejlesztéseknek a kapcsán egy teljesen komplex gazdasági hálózat alakul ki, ami teljesen Európai Uniós kompatibilitással fog rendelkezni. A szakemberek úgy látják, a vajdasági pénzügyi segítség Szerbia számára is óriási pluszt jelent, hiszen ezzel az itt élő vállalkozók versenyképessége is növekedni fog az elkövetkező közel 2 éves időszakban. Új bűncselekmények fogalmát és szankcionálását fogadta el a szerbiai parlament a büntető törvénykönyv módosítási javaslatainak megszavazásával. Bevezették például a népirtás és a háborús bűnök tagadásának bűncselekményét. Ehhez szerbiai vagy nemzetközi bíróság jogerős ítélete szükséges, amely kimondja, hogy az esemény, amelyet tagad valaki, valóban népirtás, illetve háborús büntet volt. A szerbiai BTK most már tartalmazza bűncselekményként mások üldözését, illetve biztonságának veszélyeztetését a közösségi hálón keresztül, valamint a házasságra való kényszerítés büntettét is. Azt, aki az üldözés büntetét követi el, akár 3 éves börtönbüntetésre is elítélhetik, súlyos következmények esetén pedig pénzbüntetés mellett a vádlottnak 10 év fegyházat is adhatnak. Üldözés alatt azt értik, hogy valaki ismert vagy ismeretlen személyt követ, kémkedik utána, leveleket és különböző üzeneteket küldözget neki. November 25-én holnap lesz a nők elleni erőszak megszüntetésének napja. A szerbiai parlament 2 nappal a világnap előtt elfogadta a családon belüli erőszak megakadályozásáról szóló törvényt.
Pofonok, rugdosás, halálos ütések. Naponta sok szerbiai nő él át hasonlót. Az elmúlt évben majdnem 19 ezer bejelentés érkezett az ország területén lévő szociális központokba családon belüli erőszak miatt. Az elmúlt 10 év alatt 327 nő halt bele sérüléseibe, amelyet férje vagy élettársa okozott. Polícia je podnela više od 28.000 krivičnih prijava zbog nasilja u porodici, evidentirano je gotovo 30.000 žrtava, od kojih su većina žene. A szerbiai parlament a napokban elfogadta a családon belüli erőszak megakadályozásáról szóló törvényt. Kad postoji sama opasnost od nasilja i da se blagovremeno deluje upravo kroz izricanje hitnih mera, to je udaljavanje nasilnika iz stana i zabrana prilaska žrtvi. To može da bude 48 sati i tu odluku donosi policijski službenik, a ukoliko ta opasnost je i dalje velika, može da se na predlog javnog tužioca produži za još 30 dana. Amennyiben az ügyészség elutasítását megsérti az erőszaktevő, a börtönben is végezheti. Nesigurno šta je nasilje, a šta je sasvim razumljivo ponašanje. Nema razumljivog nasilja, nema razumljivog ponašanja kada se bilo kome nanese bol, fizička, psihička. A hatékony munka érdekében a törvény azt is előirányozza, hogy az érintett hivataloknak együtt kell működnie. Zorán Pavlovics az új tartományi ombudsman. Erről döntött a tartományi parlament 7. ülésén. Továbbá elfogadták a költségvetés átütemezésére vonatkozó javaslatot. A tartomány által felvett kölcsönök átütemezésével mintegy 200 millió dinárt tudnak megtakarítani a vajdasági büdzsében. A parlament döntése értelmében Zorán Pavlovics jogász, korábbi körzeti ügyész lett az új tartományi ombudsman. 94-en, vagyis a képviselők túlnyomó többsége támogatta kinevezését. Az új tartományi ombudsman közvetlenül kinevezése után azt mondta, a következő 30 napon belül fog nyilatkozni a sajtónak. Hangsúlyos napirendi pont volt a tartományi költségvetés átütemezése. A tartomány felhalmozódott adóssága miatt kell átütemezni a büdzsét, nyilatkozta Gyorgye Milicevic a Szerb Haladó Pártból. To je veliki teret i velika obaveza za pokrajinski budžet i ova vlada je ušla u proces refinansiranja tog duga i danas donosi odluke po tom pitanju. Očekuju se veoma pozitivni efekti tog procesa, očekuje se direktna ušteda u budžet pokrajine oko 200 miliona dinara. A Demokrata Párt számára csak részben elfogadható a költségvetés átütemezésére vonatkozó javaslat. Az új kormány elképzelése nyomán a pénz nem a tartományi fejlesztési alapok, hanem a bankok felé áramlik, mondta a Demokrata Párt képviselője. Jedan deo odluke o refinansiranju jeste nešto što se može podržati, međutim onaj drugi deo koji se odnosi na prevremeno vraćanje fondovima, jer tako je bilo kažem zamišljeno, da fondovi neke koristi od svega toga imaju, neće biti realizovano na onaj način kako smo mi planirali. A VMS tartományi parlamenti frakciója támogatta az átütemezésre vonatkozó javaslatot. Ez az átcsoportosítás azt fogja eredményezni, hogy mindenféleképpen egy záros időn belül a költségvetés egyenesbe fog jönni, úgyhogy ezeket a tartozásokat le tudjuk majd vedni. A Magyar Mozgalom VMDK koalíció nem támogatta a költségvetés átütemezését, mivel ezt a megoldást újabb kölcsönfelvételeként élik meg. Azt is kifogásolják, hogy nem kapták készhez kellő időben a javaslatot. Mi úgy gondoljuk, hogy a képviselőknek nem volt elegendő idejük sem, hiszen az utolsó pillanatban kaptuk készhez az ilyen súllyal bíró anyagot. Nem volt idejük átnézni sem a javaslatot igazából, módosítói indítványt végképpen pedig nem tudtunk volna tenni. A tartományi parlament 7. ülésének további napi rendi pontjai volt még a belső munkahelyi besorolásra, valamint a sportfejlesztésére vonatkozó javaslat, továbbá a választási bizottságok és a parlamenti bizottságok tagjaira vonatkozó javaslatok megvitatása. A szerbiai román nagykövettel tárgyalt ma a tartományi parlament elnöke. Oana Krisztina Popa a Vajdaság és a Románia szoros együttműködésének jegyében találkozott Pásztor Istvánnal. Egyeztettek a további lehetséges határátkelőkről és a gazdasági együttműködés erősítéséről is. Popa és Pásztor egyetértettek abban, hogy a román nemzeti közösség szerves része a vajdasági multikulturális társadalomnak és közös cél a kulturális örökségek megőrzése. A nagykövet hozzátette, hogy Románia
határozottan támogatja Szerbia európai integráció felé vezető útját. Több személyi kérdésről is döntöttek meg a képviselők a Szabadkai Városi Képviselőtestület ülésén. A Palics Ludas, a Palics Park, a gázművek és a vízművek és csatornázási közvállalat élére is új megbízott igazgatókat neveztek ki. A városi helyi közösségek kérdése nem került napirendre az ülésen. Önálló városi községek kialakítására nyújtott be javaslatot a Mozgalom a Polgári Szabadkáért képviselőcsoport. Szerintük ez megoldaná Bajmok, Csantavér és Palics lakosainak problémáját. Van egy javaslat, amely már egy régi elképzelés, de eddig senkinek nem volt politikai bátorság, hogy ezt napirendre tűzesse. Ez pedig arról szól, hogy alakuljanak meg a városi községek, tehát Palics, Csantavér és Bajmok, decentralizáljuk Szabadkát, adjunk bizonyos hatásköröket ezeknek a községnek, és adjunk költségvetést ezeknek a községnek, és azt gondoljuk, hogy ezáltal valamilyen formában ezt a folyamatot, amely a lépülésnek a folyamata is nagyon jelen van, ezt le lehetne lassítani, vagy meg lehetne állítani. A beadvány napirendre sem került, mert a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt képviselői úgy látták, hogy jelenleg nincsenek meg a feltételek a városi községek kialakítására. Azt tudni kell, hogy 2012-ben is a Vajdasági Magyar Szövetségnek volt ugye egy ilyen elképzelése, amikor meg a feltételek azt mondom, hogy jobban megérettek arra, és a Magla Jenő volt akkor nem csak a Szabadkai Városi Szerzet elnöke, hanem a polgármester is 2014-ben, a Szabadkai Város polgármestere. Azt gondolom, hogy ezt a kezdeményezést abban az időszakban lehet, hogy jobban véghez lehetett volna vinni. A VKT 6. ülésén felmentették a Palics Park, a Palics Ludas, a gázművek és a vízművek és csatornázási közvállalat igazgatóját is. Pojedini direktori dali ostavke, nekima je isteklo VD stanje, odnosno njihov mandat, tako da danas imenujemo neke od direktora normalno u VD stanju. Nakon toga ide konkurs, nakon 6 mjeseci i bit će izabrani u redovnom roku. Imamo samo jedan deo koje je na osnovu inicijative Srpske napredne stranke, naše odborničke grupe i Saveza vojvođanskih Mađara, gdje smatramo da direktor Palić Ludaš nije dobro obavljao svoj posao, da su bile brojne afere unazad godinu, dve dana i naše mišljenje da ga trebamo spremiti. A Palics Park Kft. Élére Nebojša Darabost, a Palics Ludas közvállalat megbízott igazgatójának Dobó Mártát, a gázművek megbízott igazgatójának Dződi Ildikót, a vízművek és csatornázási közvállalat megbízott igazgatójának pedig Sugár Györgyöt nevezték ki. A VKT emellett a Pannon RTV szerkesztőjét Vadlövő Gabriellát nevezték ki a Palicsi Nemzetközi Filmfesztivál tanácsadójának. Kolléganőnk Siflis Zoltán filmrendezőt váltja a tanácsban. A Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál tanácsába is új tagokat választottak. Emellett a Szabadkai Városi Képviselőtestület iskolaszéki tagokat nevezett ki több szabadkai általános iskolában és a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban. December közepén megkezdi működését a Kommunál Kishegyes. A telekrendezési és útügyi közvállalat megszűnik, hatáskörébe tartozó szolgáltatásokat az új közvállalat veszi át. Többek között ezekről a kérdésekről döntöttek a mai Kishegyesi KKT ülésen. Kishegyes község 2016-os évi költségvetése 7,5%-kal csökkent, fogadták el a módosító javaslatot a képviselők. 605 millió volt, most pedig 565 millióra korrigáltuk a költségvetést nagyságrendben. Na most ez több mint valószínű, hogy valamennyire módosul még az év végéig. Kishegyes önkormányzata kezdeményezi szociális központjának különvállását a Topolyai Szociális Központtól. Egy munkacsoportot alakítottak a folyamatok kidolgozására. Több mint 2600 felhasználója van, könnyebb ügyintézés, hamarabb tudjuk reagálni az dolgokra, az emberekhez közelebb tudunk kerülni ilyen szempontból. A Kommunál Kishegyes közvállalat a települések vízellátását, egyéb kommunális tevékenységeket fog végezni, amelyet eddig Kishegyesen és Bács-Feketehegyen kommunális vállalat, Szikicsen pedig a helyi közösség végzett. A kishegyesi telekrendezési és útügyi közvállalat megszűnik. Mindazok a tevékenységek, amit eddig ez a telekrendezés és útügyi közvállalat végzett, szintén ebbe az új kommunális közvállalatba meg fogjuk találni, tehát tovább visszük azokat a dolgokat, amit eddig csináltunk, csak magyarul mondva egy kalap alatt lesz az egész.
Az ülésen egyebek mellett elfogadták a községi alapítású intézmények 2015-ös évi beszámolóit. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Össze-vissza parkolnak az emberek Szabadka központjában, szinte lehetetlen szabad helyet találni a központban hétköznap. Parázs mérkőzésen diadalmaskodott a szabadkai Spartacus Vojvod kézilabda csapata a belgrádi Partizán felett. Törökország Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak felfüggesztésére szólított fel csütörtöki plenáris ülésén megszavazott állásfoglalásában az Európai Parlament. A képviselők szerint erre a júliusi török pucs kísérletet követően bevezetett elnyomó intézkedések miatt van szükség. A strasbourgi ülésen 479 igen, 37 nem és 107 tartózkodó szavazattal fogadták el a hatpárti indítványt. A képviselők elítélték a törökországi jogsértéseket, azonban hangsúlyozták töretlen elkötelezettségüket amellett, hogy Ankara továbbra is erős szálakkal kötődjön az EU-hoz. Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke januárban lejáró megbízatása után távozik az uniós testületből, és ősszel indul a német szövetségi parlamenti választáson. Ezt ő maga jelentette be csütörtökön a Politico brüsszeli hírportálnak nyilatkozva. A szociáldemokrata EP elnök megerősítette a Süddeutsche Zeitung című német lap értesülését, miszerint nem vállalná újabb ciklusra az uniós parlament vezetését. Sajtóértesülések szerint elsősorban az lebeghet Schulz szeme előtt, hogy ő lehessen a német szociáldemokrata párt kancellárjelöltje a 2017-es választáson. Szabadkára vezetett az új izraeli nagykövet első hivatalos útja szerdán. Miután találkozott a város polgármesterével, a helyi zsidó hitközségbe látogatott, ahol a közösség vezetőivel beszélgetett. Szabados Róbert, a szabadkai zsidó hitközség elnöke megtisztelőnek tartja, hogy az új izraeli nagykövet első hivatalos útja Szabadkára vezetett. Nekünk fontos, mint zsidó hitközség, tehát, hogy meglátogatott bennünket, és a beszélgetésben említette azt is, hogy lényegében a zsidó hitközség az egy kis híd Szerbia és Izrael közt, Izrael és Szabadka közt. Alona Fischer Kam, izraeli nagykövet elmondta, a kultúra, a technológia és a turizmus is jelentős potenciált jelenthet a szabadkai zsidó közösség a város és az ország fejlődésében. My discussions were focused mostly on economic potential, and we were mentioning the high-tech sector as a common interest to develop. We were talking about agriculture and especially agrotechnology, and Israeli experience and Israeli know-how that we would like to share. We were talking also about the potential tourism between the two countries, and I do think by visiting this beautiful city that there is a huge potential for Israeli tourists to come here. The city has a lot to offer for Israelis. Céljuk továbbá, hogy megerősítsék a zsidóság örökségét és jelenlétét a régióban. A találkozón született egy elképzelés, hogy február elején Szabadkán izraeli napokat szerveznek. Életének 102. évében az este Újvidéken meghalt Szabó Ida, a II. Világháború utolsó néphősnője, számos kitüntetés birtokosa, aki egyike volt azoknak a kommunistáknak, akik 1941-ben felkelést szerveztek, majd emiatt egy évvel később Rács mögé kerültek. Szabó Ida 1915. július 6-án született Pécsen, mindössze 13 évesen textilipari munkás volt Szabadkán. 1934-ben felvették a Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség. Ezután Szabadkáról Ljubljanába kellett költöznie, ahol a SZKOJ helyi bizottságának titkára volt. Politikailag aktív nőként felelősségteljes funkciókat töltött be Szlovéniában, Jugoszláviában, Szerbiában és Vajdaságban is. A tartományban a parlament képviselője és alelnöke is volt. Emellett Jugoszlávia meg Szerbia elnökségének meg a szövetségi tanácsnak is tagja volt, számos elismerés birtokosa. A Dnévnik újvidéki napilap jelentése szerint Szabó Ida temetése szombaton lesz.
Elégedetlenek a vajdasági lakosok, mert ismét lecsapolási díjat kell fizetni. Az elmúlt években a Szabadka környékén élők nem tapasztalták a belvíz felszámolásának a jeleit. Felháborodásukat növeli az, hogy a lecsapolási illetéket ismét 2 évre és egy összegben kell kifizetni. Csantavéren sok lakos nem akarja kifizetni a lecsapolási járulékot, pedig abban az esetben, ha a tulajdonosok nem törlesztik az adóterhet, 15 napon túl kamatot számol föl nekik az adóhatóság. Nagyon fő vagyunk háborodva, mert ez egy olyan illeték, amit egyszerűen nem tudunk hova rakni, miért kérik, ezért mi semmit nem kapunk, de nem is szorulunk rá, hogy valamikor is innen vezettek volna vizet-e. Miért kell ezt fizetni? Ez egy zsarolási pénz. Most itt van egy olyan 16-7 hektárról 35.200 dinárt, ez nem értjük, hogy miért. Egy másik csantavéri lakos 10 hektárra fizet 18.000 dinárt, de nem tudja, hogy miért neki kell ezt a magas összeget fizetnie. De én ebből nem veszek észre semmit, hogy mit csapolnak ezek le. Én nem tudom, hogy mi van. De olyant is hallok, hogy nem kő a városba, akik adnak, nem kő a lecsapolást vizet. Hát most akik várost, azt akit elönt, akkor azt lecsapolják, ugye? Hogy mire megy? Ez egy olyan kérdés, hogy ez a pénz, ez köl máshova, nem a lecsapolásnak. Én így gondolom, ez a véleményem. A megkérdezettek többsége egyszerűen rablásnak tartja a lecsapolási illeték néven hírhetté vált adót. Én csak azt nem tudom, mit csapónak. Egyszerűen, nincs mit csapóniuk. Csak a piszküldik ki. Azt megcsapolják a népet. Azt nem tudok hozzászólni. Csak ennyit. Hogy nagyon sok, de hát semmiért fizetünk. Vannak, akik úgy vélik, a részletfizetés lenne az egyik megoldás ebben az esetben, hiszen az eléggé tetemes végösszeget kimutató számlát így fájdalommentesebben és több kisebb részletben lehetne törleszteni. Egy biztosnak látszik, a fizetés alól senki sem mentesülhet, aki a lakossági számlát megkapta. Egymástól centiméterekre, járdára, közterületre és egy szóval mindenhova parkolnak Szabadkán. A délelőtti órákban lehetetlen küldetés parkolóhelyet találni a központban. Mindennaposak a koccanásos balesetek is. Szabadka belvárosában harc folyik minden egyes szabad parkolóhelyért. Velem is többször megtörtént, hogy 20-25 percet keringtem, mire találtam egy szabad helyet. A városban parkoló autósok kivétel nélkül mind panaszkodnak. Lehetetlen, nem jó. Mindez mellett, hogy nagy területet kisajátítottak, mert csak sajátították, de nem jó a parkolási lehetőség. Mindez mellett, hogy ez is megvan, de nem lehet bent a központban mozogni. Én úgy szoktam csinálni, hogy korán reggel 8 óráig bejövök a városba, akkor találok parkolóhelyet, különben katasztrófa. Van, mikor csak körözök, van, mikor a sugárúton leparkolok, és akkor gyalog jövök. A Strossmayer utcában és a Városháza melletti parkolók már reggel megtelnek. Sokan úgy oldják meg ezt a problémát, hogy a parkoló autók elé beállnak arra a pár percre, míg beszaladnak egy boltba vagy hivatalba. Megállunk, bekapcsolunk minden négy migavát, hogy beszaladunk egy-kettés kifelé. A helytelenül parkoló autók a gyalogos forgalmat is zavarják. A járdára felparkoló autó 1/2 méter helyet hagyott a járókelőknek. Többen panaszkodnak arra is, hogy sokan úgy próbálják megúszni a parkolási díjat, hogy házak előtt állnak meg. Ispred moje zgrade je ovakva situacija. Parkiraju se automobili koji nisu naši stanari. A parkolőrök nem büntetnek a helytelen parkolásért, ők csak azt ellenőrzik, hogy a parkolóhelyért fizettünk-e. A helytelenül parkoló autókat a közlekedési és a kommunális rendőrség szállíthatja el a köznyelven csak pókként emlegetett járművel. Nem szabad a közlekedés biztonságot rontani, azzal egyetemben a szabályokkal egyetemben kell leparkolni, tehát várakozni a járműnek. Tulajdonképpen ez magába foglalja azt, hogy megfelelő helyet kell biztosítani a másik járműből való kilépésre. Ezen felül nem szabad olyan helyen parkolni, ahol a tábla vagy valamilyen más közlekedési biztonságról szóló szabályok tiltják. Szerbiában nincs meghatározva, mekkora helyet kell hagyni két parkolójármű között. Az sincs szabályozva, hogy mennyit szabad használni a járdából. A törvény úgy fogalmaz, elegendőt ahhoz, hogy a gyalogosok elférjenek a kocsitól.
Élőben készített ma tradicionális tiramisút egy olasz séf a Pannon Rádió reggeli című műsorában. Francesco Attisano, szabadkai szakács és a két műsorvezető Zvekán Péter és Brasnyó Zoltán az olasz gasztronómia világhete alkalmából állt neki a desszert készítésnek. A folyamatot a pannonrtv.com/reggeli címen élőben követhették a nézők a stúdióba felszerelt kamerarendszernek köszönhetően. A főzés vissza is nézhető. A Pannon Rádió egyes műsorait a jövőben is élőben nézhetik majd a nézők a YouTube-on közzétett livestreamnek köszönhetően. A reggeli csapata például körömfestéssel és télapóvárással is készül a közeljövőben. Parázsmérkőzésen diadalmaskodott a szabadkai Spartacus Vojvod kézilabda csapata a belgrádi Partizán felett. A házigazda kékeknek nagyon kellett a győzelem, hogy elérjék a felsőház negyedik helyét. Az első félidő súlyos sérüléstől sem volt mentes. Ennek ellenére kiegyenlített küzdelem után 11-11-es döntetlennel vonultak a csapatok az öltözőbe az első félidő lefújása után. A második játékrészben a vendég fehér-feketék játéka kissé összeesett, több szabálytalan is hazai hetessel végződött. Ezek legtöbbjét sikerült is értékesíteni, így a második félidő elején már 14-12-re vezettek. Ennek ellenére a belgrádiaknak ezt még sikerült felhozni 15-15-re, a végső győzelmet viszont a szabadkaiak könyvelhették el. A szerbiai Szuperliga 11. fordulójában a Spartacus Vojvod 25-20-ra múlta felül a belgrádi Partizán csapatát. A híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Öngyilkos lett egy migráns a síd melletti Adashevcén, ma reggel találták meg a holttestét. Szabadkáról vasúti tartálykocsiban próbáltak meg menekültek Magyarországra szökni. Zorán Pavlovicsot választotta meg új tartományi ombudsmannak a vajdasági képviselőház. Új megbízott igazgatókat nevezett ki a szabadkai közvállalatok élére a VKT mai ülésén. A Pannon Rádió egyes műsorait a jövőben élőben követhetik a nézők a YouTube-on közzétett livestreamnek köszönhetően. Köszönjük figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!